Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Büszkén mondhatom, hogy squash nagyhatalom lehetünk, még nem lettünk, de már egy kicsi lépést tettünk afelé, hogy ebben a remek sportágban kimagasló eredményeket érjünk el. Egyet már minden esetre sikerült. Hadd gratuláljak ehhez a csodálatos ezüstéremhez. Köszönjük szépen. László Imre utánpótlás szövetségi edző és Püski Lénár, csak hogy jól mondjam, vagy Lérának mondjam, az egyik letéteményese ennek a gyönyörű ezüstéremnek, mert hogy ugye egy U15-ös EB-t rendeztek Prágában, és ezen tudtunk az angol válogatott mögött végezni, de mindenki más előtt, és ismereteim szerint ez hatalmas meglepetés és óriási bravúr. Igen, hát ez egy hatalmas meglepetés volt számunkra is. Nem számítottuk, hogy ennyire jól fog sikerülni ez az Európa-bajnokság. Titkon azért reménykedtünk benne, mert nagyon sokat dolgoztunk. Lénár gyakorlatilag a válogatottnak az első embere, ő neki már azért volt egy kis nemzetközi tapasztalat, mert azért a 13-as korosztályban ott világranglista második volt, utána most a világranglistán a harmadik helyen. Nekünk ez egy kicsit szomorú volt a kiemelés, illetve a csoportbeosztás, mert eléggé méltánytalanul a 17. helyre rangsorolták a válogatottunkat. De hát sikerült a... Ennek van bármi jelentősége? Vagy, hogy... Abszolút. Tehát a csoportbeosztály. Ugye 4 csoportba sorolták a nemzeteket. Ja, és a legerős... olyan, mint a kalapok a labdajátékokban. Pontosan. És pontosan ez volt a bajunk, mert ugye a tavalyi Európa-bajnokságon 7-ek voltunk, és azért a tavalyi eredmény, illetve a mostani világranglista pozíció az azt irányozta elő nekünk, hogy itt azért biztos, hogy itt az első 8-ba kiemelnek minket. Ez sajnos nem sikerült. De hát ez téged nem nagyon zavart össze, hogy nem nagyon. Elnéztem. Azt hiszem, hogy még nagyobb erővel feszültek neki a gyerekek a játéknak, és azért mindenáron bizonyítani akartunk. Meg akartuk mutatni, hogy nekünk ott a helyünk. Hát azt hiszem, hogy ez meg is mutattuk. Sikerült is. Neked életed legjobb világversenye volt ez, vagy egyetem versenye? Igen, igen. És érezted már az erőt előtte is magadban? Na most aztán megmutatom majd országnak, igen, világnak? Igen, éreztem, igen. Nagyon boldog vagyok. Na most, ha jól tudom, és ugye kicsit azért itt utána olvasgattam, akkor azért te igazi sportcsaládból származ, az ütő az mindenkinek volt a kezében a felmenők között. Ugye édesapád szintén ugye squash kiválóság, édesanyád pingpongozó volt, még hozzá nem is akármilyen, úgyhogy azért genetikusan volt honnan örökölni. Igen, hát édesanyám Böhm Gabriella asszintenzészedő válogatott volt, országos bajnok, és édesapám Püski József, ő is squasholó volt. És országos bajnok. És teljesen egyértelmű volt, hogy nem volt vita a szülők között, hogy Lénárt most pingpongozom, ezt kvassoljon? Nem volt ilyen. Milyen de volt. Azért volt, igen, ugyanis hát ugye a Lénár tenisszel kezdett, ugye, és hát a Püski család, az hát lehet, hogy nektek mond valamit azért, hogyha emlékeztek még rá, a Józsinak a testvére Püski Otto, akkor ő azért válogatott szintű teniszező volt, sajnos meghalt szegény, de hát a Józsi természetesen, én még annak idején, mint teniszedzője szerepeltem, és ő csábított át a squashba engem is, és ő is ugye megragadt, úgyhogy 92-ben magyar bajnok is. És akkor azt mondod, hogy akkor tenisztől kellett átcsábítani? Hát nem kellett nagyon csábítani, mert azért közel volt ez a történet, de igazából azért nagyon hamar rákapott erre a fallabdára. Na és mesélj, hogy fér ez bele az életedbe, hogy, vagy az iskola mellett ez most még, vagy ez a későbbiekben is teljesen el fog férni, vagy majd egy idő után azt kell mondanod, hogy te profi squash versenyző vagy. Hát igen. Az mi igaz, igen? De most napi hány edzés? Hát minden nap. Hova jár suliba? Minden. Ország Magyar Európa iskolában járok, és most szeretném letenni a középfokú német nyelvvizsgát, arra készülünk, és sok is rá az esélye. Uh-huh. Na de mi lesz, hogyha ennyire jó megy a squashok, a tanulás azért az még belefér mellette, gondolom? Hát belefér, igen. Most a sportosztályba jelentkeztem, föl is vettek a Csík Ferenc gimnáziumba, és úgy gondolom, hogy így sokkal könnyebb lesz a tanulás a squash mellett. Mert ugye ez egy olyan iskola, ahol sportolók így van. Járnak jól a részt. Így van, de ugyanúgy, mint a teniszbe, szóval Isten igazából, tehát nagyon-nagyon sok munkával. Tehát van egy bizonyos kor, és azt hiszem, hogy ez minden sportágban így van, tehát igazából olyan 17 éves korig mondhatjuk azt, hogy itthon azért tudunk úgy segíteni. Tehát már van olyan szakmai hátterünk, van olyan szakmai alapunk, hogy
tudjuk őket még ilyen komoly sikerhez is eljuttatni a gyerekeket, de innen igazából csak a magyar versenyeztetés nem meg, tehát mindenféleképpen valahogy, valamilyen úton, módon külföldre kell tudni menni, abba a bajnokságba kell igazából szerepelni ahhoz, hogy igazából előre. De ez ugyanolyan rendszerben működik a squash, mint a tenisz? Tehát, igen, ilyen... igen, gyakorlatilag igen. Igen, ugyanabban a rendszerben. De gondolom azért nem igényel ugyanakkor anyagi áldozatot. Nem, azt hiszem, hogy most még azért nem, tehát anyagi áldozatot nem, viszont annál több edzést, annál több, mert hát azért ez egy elég intenzív sport. Uh-huh. Te mennyit edzel egy héten, vagy hogy néz ki egy átlagos heted? Hát heti ötször van edzésem, 2 óra. Van technikai része, van kondíció része, pszichológushoz is járok. Nem mondod komolyan, igen, tényleg? Igen, sportpszichológushoz is. És ő miről hát segít a koncentráció. De hogyan? Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát, ebben. Tehát mit mond, hogy mire kell figyelni? Most például meséld el mondjuk, hogy az utolsó az találkozásodat az EB előtt. Hát ez egy óriási verseny volt. Hát biztatott. Hát azt én is tudlak, azt nem vagyok pszichológus. De. Igen, de például sok önbizalmat adott nekem. Aha. És megtanított, hogy hogyan kell viselkedni egy pályán, mert én egy ilyen idegesebb fazon vagyok, és úgy mondom, hát többet így idegesek. Hány ütőt törtél már? Hát több, mint 5 már. Jó, hát szerintem ez benne van. Tehát. Igen, ebben is segített. Azóta, amit a hozzájársz, azóta már csak kevesebbet. Igen, azóta még egyet sem. Na, hát akkor már megéri. Na, de hát ez a profizmus jelenlő. Igen, hát tulajdonképpen ezt úgy találtuk ki, hogy egy volt kedves tanítványom, aki TFN sportpszichológián végzett, és én őt kértem fel, minek után ugye azért ez egy eléggé stresszes sportág, tehát ez mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy a magyar versenyzőknek Isten igazából a mentális felkészültsége az, amit nem tudunk úgy kellőképpen koordinálni, illetve nem tudunk kellőképpen úgy odafigyelni, hogy tényleg a versenyszituációkba maximálisan tudjanak koncentrálni. Ez itt elengedhetetlen. Ezt gondolom, hogy ez a magyaroknak a mentalitásából ered, mert igazából egy angol, vegyük azt, futballista vagy bárki, tehát teljesen más hozzá. Abszolút így van. És azt hiszem, hogy ebbe sikerült nekünk nagyon sokat fejlődni, és valóban, tehát ő azért nem olyan rossz gyerek, szóval nem törő azért annyi ütőt. Semmi gond nincs ezzel. De igen, tehát sajnos vissza kell fogni, tehát kell az, hogy az a negatív energia, amikor bizonyos szituációkban ugye nem azzal foglalkozunk, amivel kellene, az nagyon sok pontot jelent. Pont ugye, mert ez a 15-17-es Európa-bajnokság volt, és pont a 17 éveseknél volt az, hogy a 8 közé skótokkal játszottunk, és 14 mérkőzés labdánk volt, és nem tudtuk megcsinálni. 14 mérkőzés labdánk volt, és ez egy szövetségkapitánynak ez az infarktus széle, szóval én ott nagyon sokat öregettem, de nem jött. Tehát van, amikor csak egy sima lecsúszott ütés és bármi, de most nem sikerült. És ebbe, tehát a sportpszichológus, a Hobor Veronika ugye nagyon sokat segített a válogatottnak, tehát nem csak a Lénárdnak, ő bele már elég régóta dolgozik együtt, de a válogatott többi tagjának is azért a pszichés, tehát a mentális felkészülésben segített ő rengeteget nekünk. És neked van itthon igazi ellenfeled? Mert ahogy ugye hallom, harmadik a világban is kell. Most 15. Hát ugye feltételezem, hogy az első kettő az nem magyar. Tehát meg egyébként is nem nagyon szoktuk meg, ugye, hogy ennyire az élmezőnyben legyen magyar játékos. Tehát te konkrétan a korosztályodban mindenkit agyba főbe versz itthon? Hát mondhatni igen. Ezért szoktam általában a följebb indulni nagyobb, aha, idősebbek között. Mert ugye így nehéz is. Abszolút. Emiatt is. Abszolút, így van, de hát a Lénárdal azért nagyon sokat tudunk úgy dolgozni, hogy olyan erős felnőtt játékosokkal, tehát akik nálunk a klubba versenyeznek, ővelük tud igazából úgy, hogy ez meg is látszódjon a felkészülésében. És most fogva a füled, van esély arra, hogy 10 év múlva is, 6 év múlva, nem tudom, hogy mikor érik be igazán egy squash játékos, hogy mi a jókor, hogy ott legyen mondjuk az első 10-ben? A Krajcsák már hanyadik a világ? A Márk 37. a világranglistán. Tehát 10 közelében se volt még magyar játékos, nem? Nem, de ez egy nagyon nagy eredmény a Mártól, tehát ez is fantasztikus.
nem lehet így megjósolni, tehát akármi lehet, nem tudjuk még, hogy az élet merre sodorja. Ha sikerül, ugye Németországban van egy nagyon komoly squash iskola Pádendorfban, ahol ugye középiskola és felsőfokú oktatás is folyik, természetesen a squash mellett ott egyiptomi edzők dolgoznak. Én szerintem, én úgy gondolom, hogyha oda sikerülne, ugye minek után osztrák iskolába, igen, jár a Lénárd, ez nagyon nagy esély lehet arra, hogy, hogy egyszer majd valóban oda kerüljön a... Én csak azt mondom, hogy a, legyen a 20, az legyen már 20. Nagyon jó. Aval megelégednél? Nem. Teljesen. Tessék, ez a pszichológus hatása? Így van. Így van. Hát tartsd meg ezt a maximalizmusodat, gratulálok még egyszer. Köszönöm az szépen. Az ezüstérem, ez neked is, meg az egész nagyon csapatnak. Nagyon szépen köszönjük, és a csapat... Bármikor, amikor zajos siker van, de ha nem, akkor is várunk titeket szeretettel. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.